Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás március 22-éig. Itt ezen a képen látható Freitag, Samstag, Sonntag, mert én a német nyelvű területen is dolgozom, van egy német nyelvű csatornám, azt úgy hívom, hogy Denderas Liebesorakel, és ez annyit jelent magyarul péntek, szombat, vasárnap. Ez a három kártya mutatja, ami történik pénteken. A csillagkép szerencsét hoz, tehát minden jól áll, a dolgok jól fognak rendeződni. De most van itt egy kerítés, ami lekerít bennünket, és nem tudjuk azokat a lépéseket tenni, amit szeretnénk. De hamarosan van megoldás, és pörögnek az események. Szombat. Ez a három kártya mutatja, ami szombaton történik. Ezen a képen van egy fiú, meg van sértődve, legszívesebben azt mondaná, hogy békén, én meg akarom tartani a nyugalmamat. Az lehet, hogy valaki van a környezetetekben, aki így érez, így gondolkozik. És kell egy kis idő, amíg ő érzelmeket mutat, vagy nyitott arra, és elfogadja a ti érzelmeiteket. A második kép nem valami kellemes, mert valaki döntéseket hoz a fejetek felett, és ti meg kell, hogy hajoljatok előtte. Ez kellemetlen. Ez ahhoz vezet, hogy sokakat bosszant ez a helyzet, és megpróbál uralkodni az események felett. Pontosan ezt mutatja ez a királynő. Ő uralkodik a tűz eleme felett. A tűz eleme mutat bátorságot, erőt, vitalitást. És pontosan az, ami kihoz benneteket ebből a helyzetből. Vasárnap. Ez a három kép mutatja az eseményeket vasárnap. Itt felül az ördög látható. Hát ez nem túl szép. Ez lehet hazugság, hamisságok, de félelmek is. És ti ettől a személytől, vagy a ti félelmeitektől búcsút mondatok. Egy másik irányba vezet az út. Én azt mondanám, ez egy égi erő. Az Istent mutatja, mint ahogy ez a csillagkép is erre utal. És ez a megoldás. Ez ad erőt, és gyógyítja a fájdalmakat. Mert ez a kép a gyógyulásra utal. Nem csak arra, hanem az anyagiakra, mind arra, ami számotokra értékes. Ez nem csak az anyagiakra vonatkozik, a vagyonra, hanem a szerelemre is, vagy a békességre, a családi kapcsolatokra, vagy barátságokra. Ez is nagyon értékes a mai világban. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!